Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Vasárnap rendezték a Városligetben első ízben a nagyszabású, sokakat megmozgató tovafutók sportrendezvényt. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Azt kívánja Önöknek, hogy legyen ez a szép nap mindenkinek egy kellemes élmény. Gondolom, hogy aki a teljesítőképesség felső határát meg fogja közelíteni, az a verseny nyertese lesz, a győztesek pedig úgyis a dobogóra fognak fölérni. 58 civil szervezet működik Lajkán, és mint említettem, a legfiatalabb a tovafutók versenye. Azt kívánom Önöknek, a futónak, hogy ne tétovázzanak, hanem kussanak, a kerékpárosoknak pedig azt kívánom, hogy patadjanak gyerekbe, és gyerekek forduljanak. Köszönöm a figyelmet, a mai versenyt megnyitom. Első alkalommal került sor Ajkán a Tovafutók című rendezvényre. Miből állt a program? Hát ez egy nagyon összetett program. Ugye mi mind a négyen főszervezők triatlonozunk. Innen jött az ötlet, hogy hát Ajkán is valamiféle hasonló rendezvényeket kéne meghonosítani. Sajnos most még úszodai lehetőségünk nincsen, így aztán maradt a kerékpár, illetve a futóversenyek. Úgyhogy ebből a két számból tevődött össze a mai nap. Milyen versenyszámokra lehetett nevezni? Az első a délelőtti programunk egy-két részből állt, az első a kerékpárverseny volt, ők az Ajka-Pápa-Ajka útvonalat tették meg, illetve lehetett menni még túrázni Noszlopig, Polányig, és volt gyalogtúránk is. Közben pedig itt kisegítő programként az Ajka bringások segítettek nekünk a piciket lefoglalni. Majd aztán következett a délután, a gyerek futóversennyel kezdtük a napot, a futónapot, és utána következtek a 6, 11, 16, illetve 21 kilométeres távok, amik még jelen pillanatban is folynak. Említetted, hogy négyen szerveztétek a rendezvényt. Ki ez a négy ember, illetve mivel foglalkoznak ők? Többnyire tanárok vagyunk, és vagy pedig sportemberek inkább. Majer Tomás, illetve Péntek Zoltán, Moritz Vilmos és jó magam Ruzsa Kata vagyok. Természetesen a négy szervező mögött rengeteg ember áll, akik segítik a munkánkat. Megköszönnénk nekik itt is. Speakerekről beszélünk, akik az egész eseményt segítették az információ, bemondásokkal, és diákokról beszélünk. A Bánki Donát szakközép és szakiskola, illetve a Szent Györgyi Albert szakiskola és szakközépiskolának a diákjai segítették ezt a munkát. Még egyszer köszönet. Yeah.
Hányan neveztek a mai versenyre, illetve honnan érkeztek a résztvevők? 340 nevezőnk van, és az ország különböző pontjából, pont tegnap interjú voltam meg őket én is, még Gyöngyösről is érkeztek, Harkányról is, Budapest, Érd, tehát az ország több pontjáról. Mit kell tudni a szervezésről? Hát mi ezt már szeptember óta szervezzük és tervezzük, és hetente gyűléseztünk, hogy ez itt a mai napon ilyen szépen gördülékenyen menjen. Létrehoztunk egy honlapot www.tovafutok néven, amit aztán folyamatosan frissítettük, raktuk fel a friss információkat. Fantasztikus érdeklődés volt a honlapunk iránt. Pont akik még Szlovákiából is érkeztek versenyzőink, kérdeztem, hogy honnan informálódtak, mondták, hogy egyszerűen az internetre rákeresve megtaláltak minket, tehát elérhetők vagyunk. De hát hatalmas szervezői munka ez, ami mögötte van. Kik csatlakoztak még a szervezéshez? Hála Istennek, nagyon sokan csatlakoztak ehhez a rendezvényhez. Kezdünk ott, hogy biztosítanunk kellett az útvonalat Pápáig, és ahhoz nagyon sok településen kellett áthalangnunk. Fölvettük a kapcsolatot a helyi polgárőrséggel, akik nagyon szívesen elvállalták ezt a munkát, úgyhogy hálás köszönet ezúton is nekik. Továbbá nagyon megköszönjük az Ajka város tűzoltóságának, illetve a rendőrkapitányságnak a segítséget, akik kivonultak, bemutatókat tartottak a helyszínen. A rendőrségi nyílt napot kiosztuk ide a tó vendéglő elé. A gyerekek részére elsősorban ilyen motoros akadálypályával készültünk, illetve hoztunk ilyen oldaltámasztós kerékpárt, amivel gyakorolhatták a kereszt szabályait. A felnőttek részére hoztunk egy lábbalhajtatós gokártot, amivel szintén egy akadálypályát kell teljesítelbe volt. A szalomtól kezdve a garázsba, beállás, tolatásig minden. Elhoztuk a rendőrségnél rendszeresített csapaterős felszerelést, ami beletartozik a hosszított gumibota, az új pajzsa és a testvédő felszerelése. Elhoztunk magunk egy gépkarabélyt, kétféle pisztolyt, bilincset, egy gumibotot. A látogatók megnézhettek egy rendőrautót, és bárki beleülhetett, kipróbálhatta, megnézhette, hogy milyen egy rendőrautó a normál civil autóhoz képest. Miben volt más ez a program, mint egy átlagos nyílt nap? Az Ajkai Városi Balesetmegelőzési Bizottság feladattervében szerepel, hogy a futókat és a kerékpárosokat is megszólítjuk. Részükre tartsunk kerékpáros oktatást, fontos számunkra, hogy sportolás közben is betartják a közlekedés alapvető szabályait. Minden egyes regisztrált versenyzőnek a futók esetében és a kerékpáros esetében is elhelyezése került az induló csomagba egy-egy tájékoztató anyag a közlekedéssel kapcsolatban. Gratulálunk az Ajka Pápa Ajka Táv abszolút győztesének. Hogyan készültél a versenyre? Igazából semmilyen versenyre kivetettem készülök, pontosabban a nagyatádi Ironmanre. Köszön van egy jó pár verseny, ahol szeretnék minél jobban szerepelni, de egy kifejezetten nem készülök semmire. Hogy érezted magad? Nagyon jó volt a verseny. Igazából nosztalgikus, már körülbelül 10 év ezelőtt volt utoljára ez a verseny, és nagyon örültem, hogy itt van a közelben. Meg annyi, hogy egy csomó ismerőssel találkozhatnak, régen találkoztunk, együtt tudtunk versenyezni, úgyhogy nagyon jó volt. Honnan érkeztél? Veszprémből. Megszálltál itt valahol, vagy a mai napon jöttél? Reggel kitekertünk pár kollégával, és úgy tekerünk most nem sokára vissza. Első helyezést értél el a 13-14 évesek között a futóversenyen. Milyen távot tettél meg? Hát 600 métert. Hogy sikerült? Hogy érezted magad? Jól éreztem magam, és egész jól sikerült. Mennyit készültél a versenyre? Nem sokat. Párszor mentem edzésre. Kétszer futottam körülbelül. Aztán ennyi. Sportolsz-e még ezen ki, a futáson kívül? Igen, úszok.
Melyik iskolába jársz? Fekete Vörös Marti. Két versenyszámban is dobogós helyen végeztél, melyek voltak ezek, illetve milyen helyezéssel? Igen, az Ajka Pápajkán a saját kategóriában első helyezést értem el, abszolútba pedig másodikat, és utána a 11 kilométeres futáson kategóriában első helyet szintén. Hogyan készültél a versenyekre? Én is igazából most egy visszatérő vagyok, nagyon sok év kihagyás után, triatlonra próbálok felkészülni. Sok edzés, rengeteg edzés. Mi ez a triatlon verseny, amire most készülsz? Június 13-án lesz Balatonfüreden a féltáv országos bajnokság, az 1900 méter úszás, 90 km bringa és egy félmaratonból áll. Ez az idei cél. Tisztes helytállás. A Bringaika Kerékpáros Egyesület tagjai nem csak résztvevőként, hanem szervezőként is részt vettek ezen a rendezvényen. Igen, a tovafutók segítségével és az ő felkérésükre egy közös megbeszélés alapján két pályát építettünk ki. A pici gyerekeknek 0-tól 8 éves korig egy ügyességi pályát, amiben a rendőrségnek a segítségét is megkaptuk, és az ő felszerelésüket használtuk fel. És egy úgynevezett mountain bike-os, egy ilyen terepkerékpáros versenyt kicsibe rendeztünk a srácoknak és a lányoknak, két kategóriába, fiúk, lányokat külön értékelve. Mindenki nagyon jól érezte magát, és nagyon szimpatikus volt az, hogy sok jelentkező, rengeteg jelentkező volt, és nagyon szép eredményeket értek. Hozzá kell tennem, hogy a Bringaikának az utánpótlás tagjai és nagyon szépen szerepeltek, szinte az összes aranyérmet ők hozták el. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok ezzel az egész rendezvényel és ez a kis betéttel, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy ez a fiatal szakosztály, ami ugye októberben alakult hivatalosan, ez megmutathatta magát egy ilyen nagy volumenű rendezvényen. Az Ajka Pápa Ajka versenyen két érmet is szerzett. Igen, megszereztem az abszolútban a harmadik helyezést, ami külön nagy öröm számomra, hisz itt minden kategóriát egybe értékelnek, és az én korom azért, én már egy Master 2-es, egy 44 éves korosztályba tartozom, ami azt jelenti, hogy a 20 és a 18 éves gyerekekkel is fel tudtam venni a versenyt, és hát a saját kategóriámban pedig ezüstérmet sikerült szereznem, úgyhogy ez is egy külön nagy boldogságom, ráadásképpen ugye ez az első országúti versenyem volt, és egy nagyon nagy pluszot jelent az egész éves felkészülésemre tekintve, a téli felkészülésemre tekintetve, és az egész éves folyamatos versenyekre, hogy látom, hogy jól sikerült, hogy sikerült a szökés a versenybe, hogy egy olyan partner találtam magam mellett a versenyen egy másik szakosztályból, aki tudott ebbe segíteni nekem, aki társam volt, és egy nagyon komoly, hát egy 40,6-es átlagot végig tudtunk vinni, úgyhogy közel másfél óra alatt ezt a 60 kilométert letudtuk. Úgyhogy kellett, jó volt a széljárás, jók voltak a társak, jó erőben voltam, jól éreztem magam, élveztem, úgyhogy nagyon minden pozitív volt. Hát ráadásul ugye a gyerekeknek a verseny ez plusz, a szakosztálynak a bemutatása plusz, rengeteg jó visszajelzést kaptunk, úgyhogy ez nagy öröm, ez a számomra, ez a mai nap. Nagyon eredményesen szerepeltél a mai napon. Milyen versenyszámokon indultál, és milyen helyezéseket értél el?
Hát összetettben indultam, ugye ez a 60 km bicikli volt, és egy félmaraton volt benne. Eredmények. Hát kategóriámban félmaratonon első lettem, és ott az egészben is, tehát első nőként futottam be, illetve összetettben második, és az összesítettben is második, tehát az összes versenyző közül is másodikként értem be. Mivel rutinos versenyző vagy, hogyan hasonlítanád össze ezt a mai versenyt a többivel? Elég nehéz a pálya. Tehát elég sok az emelkedő, lejtő, ugye a biciklipálya is eléggé nehéz volt. A futópálya szintén, tehát azért elég komoly megpróbáltatás volt ez, azt gondolom. De jó. Köszönet a szervezőknek egyébként. Minden tiszteltem az övék, hogy ezt így meg tudták szervezni, és nagyon szuper versenyt hoztak össze. Mikor lesz a következő rendezvényetek? Hát ez még egyelőre titok. Nagyon szeretnénk, ha jövőre ugyanez a verseny megvalósulna, tehát hagyományőrző szempontból, és még egy futóverseny még idén tervezünk, de arról majd csak később szeretnénk mesélni, majd beszélni.